Minél több készpénz van forgalomban egy országban, az annál jobban segíti a fekete gazdaságot. Ezért is fontos, hogy egyre többen használják a bankkártyájukat, közölte Gergely Péter elemző. Az elmúlt években főleg a gyorsasága miatt lett népszerűbb hazánkban is a kártyás fizetés. 5000 forint alatt PIN-kódot sem kér a terminál, ha PayPass funkcióval is rendelkezik a kártyánk, így a fizetés mindössze pár másodpercig tart. Ennek igazából azért van lényege, egyrészt nagyon jó az, hogyha nem kell magunknál készpénzt tartani, ugye nem is tudjuk elveszíteni, nem is nagyon tudnak minket kirabolni, viszont gazdasági szinten a Magyar Nemzeti Banknak volt pár évvel ezelőtt egy tanulmánya, és azt számolták ki, hogy 100 milliárd forintot meg tudnánk spórolni Magyarországon, ha nálunk is annyi a vásárolnának bankkártyával, mint mondjuk a svédeknél vagy a finneknél, és emiatt sokkal kevesebb készpénzt kellene gyártani, sokkal kevesebb készpénzt kellene szállítani, ami nagyon-nagyon drága. A bankkártyás fizetésnek nincs kockázata, tette hozzá Gergely Péter. Ha valami történik a kártyával, az szinte minden esetben a tulajdonos felelőssége vagy éppen hibája. Mára egyre kevesebben tartják a kártya mellett egy kis cetlire felírva a PIN-kódjukat, vagy írják rá közvetlenül a plasztik kártyára. Az érintéses, azaz a PayPass-os fizetési lehetőségen túl már a mobiltelefonokat is lehet használni erre a célra. A diákoknál egyértelműbben, a diákoknál, fiataloknál sokkal inkább használnak bankkártyát, sőt, most ugye már három banknak is van olyan mobil applikációja, ahova a bankkártyát össze tudjuk kapcsolni a banki applikációval a telefonunkon, és nem is a bankkártyát kell odaérintenünk a terminálhoz, hanem a telefonunkat, és ugyanúgy tudunk ezzel fizetni. Szerintem ez el fog egyre jobban terjedni a jövőben, és a fiatalok is ugye nagyon sokszor használják a bankszámlájukat, a bankkártyájukat. Az idősebb generációnál is van egy réteg, aki a bankkártyáját használja. Tehát szerintem, hogy az idő megy előre, egyre többet fognak bankkártyával vásárolni. A bankkártyás fizetés nem csak az üzletekben kezd egyre népszerűbbé válni, az internetes vásárlások alkalmával is egyre többen választják ezt a fizetési lehetőséget. A vásárlásokról érdemes SMS értesítést is kérni, így rögtön kiderül, ha más is használja kártyánkat.